A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülésén próbálna válaszokat kapni az ellenzék Pintér Sándor belügyminisztertől és Hajdú Jánostól, a TEK főigazgatójától a Pegasus Kém szoftverrel kapcsolatban. A részletekről Harangozó Tamással beszélgetünk. Aki a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagja, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Újra megkísérelnek összehívni egy bizottságot. Van bármi esélye arra, hogy ezt nem hiúsítja meg a Fidesz? Hát nézd, hogyha meg akarják hiúsítani, meg fogják, ha be akarják mutatni, hogy mi van, illetve válaszolni akarnak a kérdéseinkre, és például tisztázni akarják a TEK szerepét ebbe az ügybe, akkor meg oda fognak jönni, és el fogják mondani, hogy mi van. Ugyanezt tudom rámondani. Tehát ha lista, tiszta lelkiismeretük, és nincs semmi takargatni valójuk, akkor szerintem kifejezetten érdeke mind a belügyminiszternek, mind a területes központ vezetőjének, hogy eljön az ülésre. De ezt mondták a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése előtt is, hát nem. Értem. Nagy, hogy mondjam, nagy kétségeim nincsenek, mert Kósa Lajos most megszakítja a pihenését és visszajön a nyaralásból, ezért ebben az ügyben nagy kétségeim azért nincsenek, mert tavaly azért hát nem nagyobb horderejű, de sokkal személyesebb és tragikusabb ügyben sem volt hajlandó összehívni a bizottságot. Ez amikor a honvédségi helikopter ugye lefújta a fáról azt a szerencsétlen siklóernyős fiatalembert, aki aztán később bele is halt a sérüléseiben, még ebben az ügyben sem volt hajlandó összehívni a bizottságot nyáron, úgyhogy nem tudjuk. De megadjuk az esélyt rá, mert Hajdú Jánosnak is érdeke tévedés ne essék, ahogy mondtam, és Pintér Sándornak is, hogy tisztázzák ezt. Pintér Sándor szeretné, hát ő elmondta, hogy ő szeretett volna a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt is beszámolni, de hát a Fideszes meghívította. Hát jó Fideszes kapcsolatai vannak, ki tudja. Ugyanazt kérdeznék Pintér Sándortól, mint a Nemzetbiztonsági Bizottság? Ugye azért hívtuk mi össze, és erről szeretnék is külön beszélni, mert van ez a TEK nevezetű valamink. Ugye ezt a Fidesz hozta létre 2010 után. És ez egy ilyen hibrid szervezet. Azért mondom, hogy valamink, mert nem tudjuk, hogy ön vagy megy, vagy mi ez. Tehát ez egy ilyen hibrid szervezet, félig titkosszolgálati szerv, félig rendvédelmi szerv. Ugye a mi bizottságunkhoz a honvédelem és a rendvédelem, tehát a rendőrség, tűzoltó, katasztrófavédelem, büntetésvégrehajtás, ezek tartoznak. A Nemzetbiztonsági Bizottsághoz meg elvileg a titkosszolgálatok. De ez a szervezet azért tartozik hozzánk is, és azért hordja hegyekbe hozzánk is szinte lassan minden ülésre a nemzetbiztonsági indokból közbeszerzés aluli mentesítéseit, tehát hogy úgy szerezze be az eszközöket, hogy ezt senki ne lássa, mert ő rendvédelmi szerv is, meg az is. Ez úgy működik, bocsánat, hogy a TEK beterjeszti a bizottság elé, hogy ők ebben önök sem tudják? Tehát a bizottság tagjai tudják? Azzal a konkrétsággal tudunk például információt, hogy mondjuk egy objektumot felújítanak, tök rendben van, vesznek, ezt, mondjuk ezeket a kiváló BTR-eket, vagy harckocsikat, vagy bármilyen más lézer ágyút lassan, illetve hogy szoftverlicensz lejárt, és azt meg kell újítani. Mi azt nem tudják, ez a Windows, vagy a Pegasus, azt mi nem tudjuk, és elvileg ugye persze ebben a konkrétságában talán nem is kell, hogy tudjuk. Csak azért állítottam meg, mert ugye a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke Stummer János, vagy pártársa Molnár Zsolt és Ungár Péter, ők azt mondták, vagy azt ígérték, hogy átnéznek minden iratot és beszerzést, ami a Nemzetbiztonsági Bizottság asztalára tartozik, mert úgy lehet, hogy ők ezt aláírták és engedélyezték már, mint a megvásárlását ennek a Pegasus szoftvernek, csak nem tudtak róla. Tehát itt ugyanez ez a történet? Ez is lehet, illetve a beszámolókat érdemes majd elolvasni, átböngészni. Tehát ugye ad a bizottság, nem nagyon szoktuk megszavazni egy engedélyt, hogy ezt a beszerzést lefolytassák. Majd ennek a szervezetnek, egy belügyminiszternek, amikor megtörtént a tényleges beszerzés, mert nyilván nem a pontos árat tudjuk, meg a pontos terméket, mert ez a beszerzés előtt van még, akkor beszámolnak arról, hogy mit vettek mennyiért. Ezeket az utóbbiakat érdemes lesz nekünk is megnézni, mert pont a legutóbbi ülésen zárt ülés volt. Meg eddig? Tehát, hogy ez mikor kezdik el ezt a munkát? Mondom, zárt ülés volt legutóbb is, nagyon-nagyon konkrétan nem tudok beszélni róla, de például egy ilyen beszerzése kapcsolatban pontosan ez volt a kérdés, hogy milyen szoftvernek a licensze jár le, és erre nem kaptunk egyértelmű választ. Tehát ebből is adódik, hogy szeretnénk tudni, hogy a TEK-nél van-e ilyen. És a TEK-nél fogok válaszolni a kérdésére. A TEK egyébként is olyan szervezet, hogy mondjuk a területállítása kapcsolatban ő maga megoldja a problémáit. Az összes többi nemzetbiztonsági szervezet ugye a szakszolgálattól kér lehallgatás, stb. Tehát ott kell keresni ezt a dolgot. És egyáltalán nem vagyunk benne biztos, hogy a TEK nem engedte azt meg magának, hogy saját maga is beszerezzen ilyet,
mert teljes titok övezi egyébként a működését. Ezt szeretnénk tisztázni. Adunk egy esélyt, hogy jövő héten lesz-e bizottsági ülés. Ha nem lesz bizottsági ülés, akkor nyilvánvalóan mi is be fogunk menni, ki fogjuk írni ezeket a papírokat egészen évekre visszamenőleg, és elkezdjük ezt a feldolgozó munkát szakértőink segítségével, csak azért azt ne felejtsük el, hogy a mi bizottságunknál több ezer milliárd, számtalanszor kiálltunk és elmondtuk, hogy őrület már, amit csinálnak. Több ezer milliárd forintnyi ilyen titkos beszerzés történt az elmúlt években, már azt sem mi is kapkodjuk a fejünket. A honvédség, a rendőrség, a TEK és mindenki más részéről, és ugye az egész határvédelemmel kapcsolatos, vagy arra fogott minden beszerzés is a mi bizottságunkon keresztül ment, tehát ez itt folyó kilométer nyirat lesz. Nem kis munka lesz egyébként. A másikról nincsen információja, Molnár Zsoltól, hogy elkezdték ezt a munkát, ezeknek az iratoknak a tervezését? Azt nem tudom ennek megmondani. Jó. Vargadam Andrea azt mondja, hogy ő ugye a bizottságnak az elnöke volt, alelnöke volt 19-ben és 20-ban, hogy a Pegasus szoftvernél valószínűleg sokkal kiterjedtebb megfigyelési rendszert vásárolt a kormány az elmúlt időszakban az eukarisztikus világkongresszus megrendezésére hivatkozva. Hát annyit tudok megerősíteni, hogy az eukarisztikus kongresszusra hivatkozva tucat számra hoztak be mindenféle technikai, mindenféle beszerzést, ami annak a egyébként valóban a pápa részvételét és magában tudó rendezvénynek a biztosítására hivatkozva hozták. Ennél többet nem tudok mondani, de mondjuk ez gondolom nem egy a nagy meglepetés senkinek, hogyha mondjuk a pápa valahova látogat, akkor az ország felkészülre. Hogy most arra készül föl, vagy másra? Most mondja meg őszintén nekem, ha valaki vesz, mit tudom én, ne ezt a témát vagyunk, csak úgy általában jó, nehogy valami baj legyen. Valaki vesz arcfelismerő kamerákat, azt egy rendezvényre veszi, vagy utána másra is jó. Előtte is, utána is tudja használni, vagy tényleg arra néhány napra veszi csak. Tehát, hogy ezek a kérdések, hogy őszinte legyek, akkor fognak kiderülni, hogyha jövő tavasszal a kedves választópolgárok jó voltából kormányváltás lesz, és az ember oda fog férni azokhoz a tényleges konkrét iratokhoz, hogy mi történt. Uh-huh. Vagy bizottságülésen azért ilyen bizottság operatív az... dolgokra azért nem lehet. Mit szól az, amit két hete itt Vadai Ágnes mondott, ugye ő is a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagja, és meglepett engem, azt mondta, hogy szerintem nem kell most már az ellenzéknek annyira szemérmesnek lenni, és vállalnia kell az ellenzéknek a következményeket azért is, ha mondjuk kijönnek egy ilyen bizottsági ülésről, akkor elmondják, hogy mi történt ott. Ugye én arról kérdeztem, hogy ha egyébként létre is jön egy ilyen bizottság, akkor mi egyszerű halandó emberek az égvilágon semmit nem fogunk tudni róla, mert titkosítják. Tehát igazából nem tudjuk meg, hogy mi történt. Erre mondta azt nekem. Egyetért ebben Vadai Ágnessel? Abszolút. De én azt gondolom, jogászként is, bár kolléganő Ágnes. Jó, most akkor ön is meglepett, mert azért ez törvényszegés, tehát akkor ebben az esetben... Attól függ, az ellenőrzési jogkörünkbe beletartozik, hogy fényderítsünk bizonyos dolgokra, főleg ha szabálytalanság vagy törvénytelenség van. Ha én erre választ kapok benne, akkor én azt a nyilvánosság előtt is el tudom mondani, hogy megítélésem szerint törvénytelenség történt-e, vagy nem, és meg is tehetem a feljelentésemet. Hogy az mikor volt, hogy volt, kinek az engedélye alapján, vagy éppen tehát ha ilyen konkrét operatív információkat kapunk, ugye azokat nem lehet elmondani. Teszem hozzá, normáliséknál az ország védelme érdekében, tehát egy képviselő ne batyogjon ki, és ne mondja a nagyvilág előtt egyébként, hogy milyen olyan eszközöket vagy dolgokat vesz az ország, ami pont azért van, hogy bűnözőket, normál esetben bűnözőket, terroristákat, meg nem tudom kiket az állam el tudjon fogni. Mert hogyha például az ilyen szervek, például ez az egész intézmény arra jött létre, hogy például vegyenek olyan autókat, ilyen fedett autókat, Nemzeti Védelmi Szolgálat, akárki, Nemzeti Nyomozóiroda, amivel beépülnek a gengszterek, gazemberek közé. Most az érthető dolog, hogy ezt nem rakhatja ki az polisz.hu-ra, hogy szeretnék venni 8 dalab A8-os Audit, meg nem tudom mit, mert ezzel szeretnénk dolgozni, hanem ezt titkosan kell beszerezni. Ez világos. Tehát, hogy ez az a határ, azt gondolom, de ha mi konkrétan visszaélésre, vagy törvénytelenség, vagy annak gyanújára akadunk, én azt gondolom, ennek a tényét, ha kijövünk az ajtón, meg lehet erősíteni, és el lehet mondani. Ha nem lesz bizottsági ülés, akkor az lesz a következő lépésük, mint Stummer Jánoséknak, hogy összefolytatják? Tehát ennél a bizottságnál is van olyan, hogy kötelező... Persze, majd ha rendes ülésszak elkezdődik, akkor már
elkezd telni az időpont, ezt is ők módosították, tehát a régi szép idő, még néhány évvel ezelőtt is nyáron is kötelességük volt. Ha az 1/5, azaz most a jelenlegi ellenzéki képviselők ezt meg tudták csinálni, összehívatta, akkor össze kellett ülni a bizottságnak. Most már ezt is kivették a házszabályból, mert azért a nyár az mégiscsak nyár, ezt mindenkinek meg kell értenie. A fideszesek azt meg egész komolyan veszik a nyarat, mint látjuk különböző helyeken. Jó, hát az MSZP-sek de... is mondhatná erre a kormány. Persze, mondhatná a kormány, csak mert a kormány ül itt egyrészt, másrészt meg Lady Milliárdon szerintem még egy MSZP-s se látott aktív miniszterként sem. Nem, de tengerből kilovagló MSZP-s politikust, az igen, amiért az most szintén támadják önöket. Nyugodtan támadják. Na, de térjük vissza a témánkra. Számít-e arra, hogy külföldről érkezik valamiféle vizsgálat, vagy megoldás, vagy bármilyen információ ezzel kapcsolatban? Ugye több vizsgálat indult, és Manfred Weber, az Európai Néppárt frakció vezetője azt nyilatkozta, hogy Magyarországnak lehetővé kell tennie egy független vizsgálatot ebben az ügyben. Ez milyen vizsgálat lehet? Hát nézze, az a kormányt érintheti. Tehát a kormánynak kell lehetővé tenni, hogy gondolom társszervek, hogy a bizottság valamilyen szakértői csapata ezt megnézze. Ez az egyik dolog. A másik, amiről nyilván én nem tudok semmit, ön sem, meg más sem, de ez az ügy valahonnan jött. Tehát újságírók dolgoztak rajta, gyűjtöttek be információt. Azért az alapinformáció, hogy ezt a szoftvert nem tisztességesen használják, vagy tömegesen használják, akár teljesen törvénytelenül, az azért valahonnan jött. Hogy onnan jön-e még más információ, azt ugye az érintettek meg a jóisten tudhatja csak. Ha bármilyen nagyon konkrét dolog még kijön, akkor az térdre kényszeríti ezt a kormányt, én ebben biztos vagyok. Tehát azért azt nem lehet megúszni. Most elmondhatják azt, hogy hát nincs is, meg nem is tudjuk, meg nem is én engedélyeztem, meg nem is voltunk ott. Azért még egyszer hadd mondjam el, az semmi nem változtat. Most talán mai hír a Csikász Brigittának a telefonja, hogy talán éveken keresztül használták rajta, vagy hónapokon keresztül biztos ott vannak a nyomai. Tehát azt nem lehet állítani, hogy ez a dolog nem volt Magyarországon. Hogy ezt a magyar kormány törvényesen csinálta, vagy valami más titkosszolgálat a magyar kormány engedélyével, vagy magáncég, még egyszer mondom, ezt tisztázni kell, utóbbi kettő az totálisan büntető törvénykönyv. Nyilván az első is a törvénytelenül csinálták. Harangozó Tamás, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.